Köszöntöm Önöket, ez a Color TV híradója október 26-án csütörtökön. Jó estét kívánok! Híradónk elején nézzük a legfontosabbakat röviden. Térfigyelő kamerák létesítéséről határozott a testület, üléseztek a képviselők. Éghajlatvédelmi cselekvési nap, faültetés a Borsodkem kezdeményezésére. Color Cross, magyar kupa kerékpár verseny Kazincbarcikán. A város 65 pontján létesül majd térfigyelő kamera rendszer. Erről is döntött ma Kazincbarcika város önkormányzatának képviselőtestülete. A grémium elismerte az idén 15 éves Idővár nyugdíjas kulturális klub munkáját, valamint aktualizálta a város köztisztasági rendeletét is. Kazincbarcika város képviselő testületének Kazincbarcika város életéért kitüntető díjban részesül 2023-ban az Idővár nyugdíjas kulturális klub. 15 évvel ezelőtt alakult meg Kazincbarcikán az Idővár nyugdíjas kulturális klub. Azóta meghatározó civil szervezetként aktívan vesznek részt a város életében. Nevükhöz számos program, esemény köthető, és kiváló együttműködésüknek köszönhetően a várossal rengeteg itt élő idős életét teszik szebbé. A képviselőtestület mai ülésén Kazincbarcika város civil életéért kitüntető díjban részesítette az Idővár nyugdíjas kulturális klubot. Az erről szóló emléktáblát ünnepélyes keretek között adta át a három városvezető, Szitka Péter, Klimon István és dr. Makkai Orsolya. Kazincbarcika város önkormányzata elkötelezett a közrend, a közbiztonság folyamatos javításában és olyan fejlesztések biztosításában, amelyek a városban élők és az ide látogatók nyugalmát, biztonságát szolgálják. Kazincbarcikán a korábbi években működő közterületi térfelügyeleti rendszer teljes mértékben elavult, műszakilag alkalmatlanná vált a működésre és eredeti funkciójának betöltésére. A testület által elfogadott javaslat szerint a térfigyelő kamerák olyan közterületekre fókuszálnak majd, ahol kiemelt és egyedi jelleg miatt hangsúlyozottan jelennek meg a városképpel, élhető környezettel, biztonságos közlekedéssel összefüggő állampolgári, valamint rendészeti szakmai elvárások. A térfigyelő kamerák pontjainak kijelölése a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság bűnügyi, közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szolgálatának egyetértésével történt, azok elhelyezése, üzemeltetése és kezelése pedig a közterületfelügyelet feladata lesz. Ezzel csökkenthetőek a köztisztasági problémával összefüggő közterületi rongálások és az illegálisan elhelyezett hulladékok elszállítatásának többletköltségei. De jelentős szerepet töltenek majd be a város közrendjének, közbiztonságának megőrzése érdekében is. Szintén elfogadta a testület a város köztisztasági rendeletét is. Idén júliusban az állam átvette a helyi önkormányzatok hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatellátás kötelezettségét, ami jogszabályi változásokat eredményezett. Ettől függetlenül az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges a helyi intézkedések jogköre, valamint továbbra is az önkormányzatok feladata a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályozás. Eszerint az elhagyott hulladék felszámolása lakossági bejelentésre vagy hivatalból indított eljárás keretében történik, a kazincbarcikai városi rendészet bevonásával. Amennyiben az otthagyott hulladék önkormányzati területen található, kezdeményezik az elhagyott hulladék összegyűjtését a Barcika Park Non-Profit Kft.-nél, míg magántulajdonban lévő ingatlanon fellelt hulladék esetében a rendészet 3 munkanapos határidővel felhívja a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát a hulladék elszállítására. A testület arról is döntött, hogy az építőkutya 19-21 szám közötti terület a Havasi Atya Park nevet kapja. Havasi József a Szalézi Rend korábbi tartományfőnöke volt, és életének 91. évében 2019-ben hunyt el. Kazincbarcika város önkormányzatának képviselőtestülete akkor posztumusz díszpolgári címet adományozott neki, kifejezve elismerését azért az áldozatos munkáért, amelyet az atya a 90-es években hozott, amikor a Szalézi Rend felkarolta Kazincbarcikán a hátrányos helyzetű fiatalokat.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére szervezett Kazincbarcika város önkormányzata megemlékezést és koszorúzást. Beszédet mondott Szitka Péter Kazincbarcika polgármestere, majd fellépett Sasvári Sándor Jászai Mari díjas és Emerton díjas színművész, zenész, valamint Sövegjártó Áron színművész. 2652 magyar és 720 szovjet állampolgár volt az áldozata az 1956-os forradalom és szabadságharcnak, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményévé vált. Következményeként mintegy 200 ezer magyar hagyta el az országot, nagy részük nyugat felé menekülve. Az áldozatokra és a forradalom hősi halált halt résztvevőire emlékezett Kazincbarcika október 23-án az 56-os emlékműnél. A magyarok istenére esküszünk! A megemlékezésen Sasvári Sándor Jászai Mari díjas és Emerton díjas színművész énekes, valamint Sövegjártó Áron színművész műsorát láthatták a résztvevők. Szitka Péter polgármester 17 évvel ezelőtti ünnepi beszédére emlékezett vissza, amikor felavatták az 56-os hősök előtt tisztelgő emlékművet, Szanyi Péter vasszobrát az Egresi Béni Művelődési Központ mellett. Amikor kolléganő felvezetőjében arról beszélt, hogy a mai ifjúságnak adjuk át azt, hogy az 56-os emlékek mik, hogy mire kell figyelmeztetnünk a felnövekvő generációt, akkor azt gondolom, hogy nekünk, meghatározóknak a méltóképpen való megemlékezés mellett arra is kell figyelmeztetnünk mindenkit, hogy azok az értékek, amelyek akkor véráldozat mentén megszülettek, ha csak egy pillanatra is, azok ma Magyarországon mit jelentenek. A városvezető visszaidézte a műegyetemista fiatalok 16 pontját. A követeléslista futótűzként terjedt az országban. Szitka Péter kiemelte a beszédben az 5. pontot, amely így szólt: általános, egyenlő és titkos választásokat. Aztán azt is hozzátette, 2011 környékén hazánkban megváltozott a választási törvény, eltörölték a második fordulót, újra szabták az egyéni választókerületeket, és bevezették a győztes kompenzációt, amelyet Olaszországban azóta alkotmányellenesnek nyilvánítottak és kivezettek. Ugyanennek a pontnak képezte a részét a sztrájkjog is. Tavaly a köztársasági elnök azt mondja, hogy aláírt egy olyan törvényt, amiben a pedagógusoknak a sztrájkjoga gyakorlatilag a nullával lett egyenlő. Pontként szerepel az, hogy szakemberek bevonásával szervezzék át a gazdasági életet. Hát megtörtént. Ma pedig az adatok szerint 260 milliárd forintnyi magántőke 4 hazai ember tulajdonában van, fogalmazott Szitka Péter. A városvezető kiemelte még a követeléslista 12. pontját, amely így szól: teljes vélemény és szólásszabadságot, hozzátéve, hogy napjainkban a közmédia és a hozzátartozó kommunikációs csatornák egy kézben összpontosulnak. Az ünnepség végén Kazincbarcika város önkormányzata, német nemzetiségi önkormányzata, a polgármesteri hivatal, a rendészet, a helyi járási hivatal, a pártok, az intézmények és cégek, valamint a különböző szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés virágait az 56-os emlékműnél. Kazincbarcika város önkormányzata és a KBSC 4 általános iskolában épít futszál méretű labdarúgópályát a városban. A Kazinci Ferenc tagiskolában május végén adták át az elsőt, a második pedig most készült el az Árpád fejedelem tagiskola udvarán. Az ünnepélyes átadót szerdán tartották az intézményben. Az iskola sportpálya program kiemelt fókuszban van a KBSC életében, Kazincbarcika város önkormányzatának együttműködésével. Ezzel kezdte nyitó beszédét Vechter Balázs, a KBSC FC Kft. Ügyvezető igazgatója az Árpád fejedelem tagiskola ünnepségén. Átadtunk egy pályát a tavalyi iskolai időszak végén, tavaly tavasztal a Kazinci iskolában egy műfőves pályát, és a második pályán épült meg az Árpád fejedelem tagiskolában.
Az intézményben létrejött műfüves pálya 32 millió forintból épült meg, amelynek elkészüléséhez az önrészt Kazincbarcika város önkormányzata biztosította, a fennmaradó részt pedig a KBSC a TAO forrásokból fedezte. Nagyon szépen köszönjük mi is a TAO-nak, hogy a TAO lehetőségének azt, valamint az MRS-nek, hogy adott lehetőséget arra, hogy fel tudjuk azt tölteni, és határozatot kapott a klub, és bízunk abban, hogy ez a határozat a jövőben is még rendelkezésre áll, és a Kazinci után az Árpád, majd ezt követően a Dózsa, valamint az Ádám Jenő, és reményeink szerint, ha a hely úgy adja, majd talán még a Pollák is sorra kerülhet. Klimon István köszöntője után Demeter Zoltán országgyűlési képviselő arról beszélt, az egyik legszebb pillanat az, amikor egy városban megvalósuló beruházást közösen tudnak átadni. És én is szeretném megköszönni azt az együttműködést, ami attól függetlenül, hogy politikailag más színekben futballozunk, azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy vannak az életek olyan területei, amikor sokkal inkább arról beszélünk, hogy hogyan tudunk közösen összefogni és közösen megvalósítani olyan dolgokat, amelyek gyermekeink javát szolgálják. A beruházás a korábbi bitumenes pálya helyén valósult meg. Abba helyezték el a csapadékvízzel vezető csöveket, rá pedig egy magas minőségű műfüvet fektettek a szakemberek. Az elkészült pályánál a szalagot Vekter Balázs, Klimon István és Demeter Zoltán közösen vágta át. A pályát az iskola diákjai a mindennapos testnevelés órák keretében használják majd, valamint a KBSC edzői fognak az alsósoknak az MLS körzetközponti programja keretében labdarúgó foglalkozásokat tartani. Nem kevesebbre vállalkozott, mint újabb, jelentős számú faültetésre a Borsodkem ZRT. A csemetéket a dolgozók a berentei óvodásokkal közösen ültették el az ötös portánál található füves területen. Egy újabb akció, mivel a Borsodkem bizonyította tenni akarását a természet védelme és megújítása érdekében. Nagyszabású faültetési programot hirdetett a cég dolgozói körében, meghívva a berentei óvodásokat is, hogy vegyenek részt a programban. Ezek az akciók rendkívül fontosak abból a szempontból, hogy ezek a fák nem csak széndioxidot kötnek meg a légtérből és oxigént termelnek, hanem szerepük van a zajvédelemben, a szállópor koncentráció csökkentésében és a hőszigetek kialakulásának meggátolásában. A fák ráadásul megnőve hűsítő árnyékot is adnak majd. Ez olyan közös felelősség, hangsúlyozta Varga Béla, amellyel mindenkinek foglalkoznia kell. A Borsodkem számára kiemelten fontos a szemléletformálás és a figyelemfelkeltés is. Ezért döntött úgy a cég, hogy a programra meghívja a berentei óvodásokat is. Óvodánkban a pedagógiai program tartalmazza és kiemelten fontosan kezeli a környezeti nevelést, a fenntarthatóságra nevelést is. Nagy örömünkre szolgál, hogy ebben most részt vehetünk a Borsodkem szervezésében. Meg kell mérni, hogy nem túlságosan mély ez a gödör. Beletesszük, és látjuk, hogy jaj, ez sajnos nagyon mély. Most akkor nem ti homokoztok, hanem mi homokozunk. Megkérjük Judit nénit, hogy egy kicsit kaparjon bele földet. Ezen a napon összesen 150 földlabdás és konténeres fát ültettek a résztvevők, kertész szakember útmutatása alapján. Az akció célja az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet arra, hogy a mindennapokban is környezettudatosan cselekedjünk az éghajlatváltozás mérséklésének érdekében. Amikor a 26-os út túloldalán elkezdtük az új telepünknek a beruházását, akkor szükség volt arra, hogy fákat is vágjunk ki. Akkor fogadalmat tettünk arra, hogy legalább annyit, amennyit kivágtunk, el is ültetünk, és örömmel adhatok tájékoztatást arról, hogy az elmúlt években eddig közel 4000 darab facsemetét ültettünk el a Borsodkem különböző területein, illetve a környező települések területein. Az idei őszön pedig további 850 őshonos fát, juhart, nyírt, kislevelű hársat fogunk elültetni.
A Borsodkem ZRT tavaly megalkotta 2050-ig szóló fenntarthatósági stratégiáját, valamint egy 2030-ig több mint 140 célkitűzést tartalmazó intézkedési tervet. A stratégia egyik alapvető célkitűzése az üvegházhatású gázkibocsátás mérséklése, amelyhez a facsemeték kiváló segítséget nyújtanak, kivonva a légkörből a széndioxidot és oxigént termelve. Magyarország abból a szempontból is érdekes, hogy igazából azon kevés területek közé tartozik, ahol egyszerre fordulhat, mert nem egyszerre, hanem egy azon területen előfordulhat egy időpillanatban aszály, másik időpillanatban belvíz. Tehát ezért is fontos, hogy ezeket a különböző folyamatokat úgy jobban megismerjük, hogy tudjuk kezelni ezeket a problémákat. A Borsodkem másik fontos célja a vízgazdálkodás, ezen belül is a sajóból történő vízkivétel csökkentése. Ezt erősítve a faültetés után a Radnóti Miklós Művelődési Központban vízgazdálkodás témakörében tartottak három tematikus előadást, szintén a tudatformálás a figyelemfelhívás jegyében. Egyre népszerűbbek napjainkban az egészségügyi ellátáson kívüli szűrések és egészségnapok. Ezek célja, hogy ráirányítsák a figyelmet testi-lelki egészségünk megtartására, a prevenció fontosságára. Kazincbarcikán a Mezei István Művészeti Központ adott otthont egy őszi egészségnapnak. A bélflóra szerepe az agyi degeneratív bajok, mint például a Parkinson vagy az Alzheimer-kór kialakulásában. És egészség mit tehetsz érte? Ilyen címekkel is várták előadások a mezeibe érkező érdeklődőket, akikben egy közös volt, mindannyian szántak időt a saját egészségük védelme érdekében. Visszatérve az országos mentőszolgálatra, ez egy nagyon szép múltú szervezet. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy Európában talán elsők között alakult meg a magyar mentőszolgálat, méghozzá most már jó régen, 136 évvel ezelőtt, 1887-ben. Az előadások figyelemfelkeltőek, érdekesek és tartalmasak voltak, amelyek alkalmasak voltak arra is, hogy elgondolkodtassák a hallgatóságot. Vajon mindent megtesznek-e egészségük érdekében? Ha pedig nem, akkor mind szükséges változtatni? Dietetikusként nagyon fontosnak tartom ebben a mindenféleképpen az idősek napja alkalmából rendezvényen is. Örülök, hogy meghívtak és megjelenhettem, hiszen ugye náluk azért már ugye a táplálkozás igenis összefügg nagyon sok olyan betegséggel, ami ugye előbb mozdíthatja az ő egészségüket a hátralevő bizonyos életükben, életszakaszukban. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy meghívtak ebben, és tudok nekik segíteni, akár a cukorbetegséggel, akár a székrekedésükkel, vagy bármi olyan kapcsolatos kérdésükkel, ami felmerült. Az utóbbi években rengeteget változtak az egészséggel kapcsolatos szokások. Az emberek sokkal nyitottabbak, érdeklődőbbek, és ma már egyre több szűrési lehetőség áll rendelkezésre az egészségügyi ellátáson kívül is, amivel mind többen élnek. Szeretném tudni, hogy mennyi a vércukorszintem. Orvoshoz nem nagyon járok, és ilyenkor, ha van ilyen alkalom, akkor azt igénybe veszem, és eljövök ilyen alkalmakkor. Ha valaki itt látunk, hogy fekszik a földön, akkor először is oda megyünk hozzá, és valamit próbálunk egy kontaktust teremteni, megrázzuk egy kicsit a vállát, megszólítjuk. A Kazincbarcika város önkormányzata és a Barcika Art Nonprofit Kft. Szervezésében megrendezett egészségnapon az érdeklődők részt vehettek vérnyomás, vércukor szint és oxigén szaturáció mérésen, érterápiás bemutatón, valamint anyajegy és szemölcs szűrésen is. A Vörös Kereszt munkatársai pedig azt mutatták meg, vészhelyzetben hogyan kell végrehajtani egy újraélesztést. A mozgás volt a középpontban október 24-én délután Kazincbarcikán. A szépkorúakat hívta programra Kazincbarcika város önkormányzata, hogy sétáljanak, zumbázzanak és vegyenek részt egy gerinctornán vagy egy pilates órán. Hogy itt egy kicsit gyalogolhassunk ezen a szép pályán, amit ugye nyár elején adták át a városban. Egészséges, rekordtán, puha. Úgyhogy ha gyalogolni szeretnétek, vagy ne talán futni, akkor feltétlenül ilyen felületet választhatok magatoknak. Sütő Ágnes jógaoktató és egykori pedagógus szerint jól mozdíthatóak a sportprogramokra az idősek Kazincbarcikán. Igaz, ők már a könnyedebb mozgást igénylő órákat veszik általában igénybe. Én azt hiszem, hogy nagyon sokan mozognak azért, ha más nem tényleg sétálnak. Vannak ilyen gyalogló
idősek klubja, meg általában a civil szervezeteknél, akik ahol idősek vannak, ott is rendszeresen csinálnak azért valamilyen mozgásos tevékenységet, úgyhogy én szerintem aránylag mozognak a barcikai szeniorok. Kazincbarcikán évek óta nagy sikerrel működik a Fit Barcika program, amelynek keretében a városlakók heti órarend szerint 10-12 program közül választhatnak, és ingyenesen vehetnek rajta részt. Így volt ez az idősek hónapjának egyik programján, amely az Érettek mozgása címet kapta. Én rendszeresen sétálok a város körül, meg járok Sütő Áginak a jogatornájára, és akkor olvastam az újságból, hogy lesz ez a kis séta. Egyébként is szeretem, úgyhogy eljöttem. Nyugdíjas vagyok, ráérek. Batki István is részt vett az egészségügyi sétán. A harmadik éve nyugdíjas férfi azt vallja, hogy minél többet kellene sétálni idősebb korban, de akár kerékpározni is lehet, hiszen Kazincbarcika nagy bicikli úthálózattal rendelkezik. Több éven keresztül szabad idősporttal foglalkoztam, itt Kazincbarcikán, vagyis a Borsodkemen belül. Több mint 10 évet voltam, tehát ott a szabad idősport felelős, tehát emberekkel foglalkoztam, kirándulásokat, horgászatot, és ami nagyon mai napig is megy, még a teke, oda mindig lejárok. A nejemtől mindig kapok, hogy már megint a tekén vagyok, de tényleg hozzám nőtt. Még egyszer jó. Ez pedig már a Kazinczy Ferenc tornacsarnok. Az Érettek mozgása program itt folytatódott gerinc tornával. Siklós Lászlóné televíziónknak azt mondta, hálás, hogy nyugdíjasként ilyen ingyenes programokon is részt vehet. Nagyon jó, megkönnyebbül az ember, és nagyon fontos, hogy mozogjunk, mert letapadnak az izületek, az izmok, és akkor nehezebben megy a mozgás. Ilyenkorban főleg oda kell figyelni, hogy mozogjunk. Velezdi Barbara gerinc tornája Kolobis Kurita zumba órájával folytatódott, a programot pedig Perge Emese Pilates tornája zárta. A Magyar Szabadidősport Szövetség idén is meghirdette a Világ Gyalogló Napja hazai eseménysorozatát. A programnak mintegy 10 000 fős az összlétszáma. Kazincbarcikán a Szociális Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Központja szervezte meg az eseményt első körben a középiskolások számára. Pontban 9-kor ez a terv, elhagyjuk az intézmény épületét és elindultok. Egy különleges város kvízre indultak a diákok október 19-én. A tanulóknak különböző helyszíneket kellett megtalálniuk, így az egész várost bebarangolták. Összesen 9 csapat versenyzett az elsőségért. Jó, megyünk a nagy kukához, gyertek! Stábunk először a Szalézi Szent Ferenc gimnáziumhoz csatlakozott, akik rögtön neki is láttak a feladatok teljesítéséhez. A sorrendet a diákok határozták meg. Minden csapatnál volt egy város kvíz, ezt kellett megoldaniuk. Hogy milyen sorrendben haladtak végig a feladatokon, azt ők dönthették el. Nem véletlen az, hogy a 9-eseket engedjük, ahol még nem olyan nagyon nagy a tét, tehát ha egy-egy óra kimarad, akkor az nem okoz gondot. Egyébként meg élvezik azt, hogy nem az iskolapadban ülnek, hanem egy kicsit kimennek, és egy kicsit mással foglalkoznak, mint a hétköznapok. Jó-e? Megvan? Sikerült? A feladatok részeként felkeresték a diákok többek között a Játszó Gidák nevű szobrot, és a helyszín dokumentálásaként el is készült a szükséges fotó a Mikszáth Kálmán utcai bölcsöde mellett. Nagyon buzgóak vagyunk, mondjuk az időjárás nem a legkellemesebb, kicsit hűvös kés, de mindenki nagyon jól érzi magát, jó a hangulat. Tudnak minél több vízbázisunk védelméről. Nagyon ügyesek voltatok. Köszönjük. Remek, remek volt. A diákok szerették, élvezték ezt a programot, és várták is, hogy elindulhassanak a versenyen. Tudtuk meg Tóth Rita oktatótól, aki azt is elmondta, hogy ezúttal nem a győzelemre hajtottak a fiatalok. Szerintem arra, hogy jó csapatmunka legyen, és jól érezzük magunkat a nyerésosak mellé termék lesz szerintünk. Illetve ketté van osztva az osztályunk, és úgy most egy kicsit riválisnak érezzük őket, de szeretnénk, hogy ha nyerünk is, akkor az közös legyen. A Világ Gyalogló Napjához harmadik alkalommal csatlakozott Kazincbarcika. A gyaloglás mellett cél volt, hogy a fiatalok megismerjék saját városukat. Most a középiskolásoknak szerveztük, közel 120 fő jött el. A fő cél a gyaloglás és a mozgás népszerűsítése.
Mi idén nálunk a víz állt a középpontban, tehát a víz volt a fő téma és a környezetvédelem. A középiskolások ezen a délelőttön több mint 10 000 lépést mentek. Amint azt megtudtuk, a kvízversenyen kifejezetten jó eredmények születtek, vagyis a barcikai diákok elmondhatjuk, hogy jól ismerik saját városukat. Ilyen időjárás mellett is így kitartóan az osztálya, végigcsináltuk ezt az egészet, és hát újdonsultan elhozhattuk a kupát, úgyhogy nagyon örülünk neki. Az idén az Irinyi János Református Oktatási Központ 9. D osztálya hozta el az első díjat a középiskolások versenyén. A 76. percben lőtt góllal sikerült az egyenlítés, így egy pontot tudott elhozni a Color City Kazincbarcika a Mercantil Bankliga 12. fordulójában a Tiszakécske ellen zajlott hazai mérkőzésen. Egy mérkőzésnek nagyon sok fordulópontja van. Kezdte értékelését Csábi József. A KBSC vezetőedzője szerint, mióta Kazincbarcikán dolgozik, a legrosszabb első félidőt produkálta a csapat. Az első másodpercekben kapott gól sokkolta a csapatot, és sajnos a gyors egyenlítés után sem volt pozitívan értékelhető a KBSC teljesítménye. Ráadásul sem a szél, sem a sár nem kedvezett egyik csapatnak sem. Mint egy ilyen kisiskolás, kislányok szerepeltünk volna az első félidőben. Mondom, ezt szóval tettem a szünetbe, aztán a második az egy kicsit jobb lett, valóban az egy értékelhető történet, hogy kétszer is tudtunk egyenlíteni. A sokból észreztértünk, de mondom, ebbe több most nem volt. Talán egy nagyon rövid ideig éreztem, hogy talán több lehet benne az egyenlítő gólunk után, de az utána egy 5-10 perc után az is elmúlt. A férfi röplabda extraligában megszerezte idei első hazai győzelmét a Vegyész RC Kazincbarcika. A kék-sárgák a Pénzügyőr elleni idegenbeli bravúrt követően hazai pályán nagy csatában nyertek a Szeged ellen. Jól kezdte a találkozót a Vegyész, hiszen az első szedben 10-7-nél a vendégek edzője kért időt, majd a különbség nem csökkent, és Bibók vezetésével már 15-9 volt az állás. A játékban sem lankadt a hazaiak játékkedve, így 25-17-re nyerte a Barcika az első felvonást. A második szakasz elején a sérüléssel bajlódó Bibókot pihentette Toronyai, és ezt az alföldiek kihasználták, és 25-20-ra megnyerték a játszmát. A harmadik etapban hiába vezetett Jirasek irányításával a VRCK, a Szeged rendre egyenlített, de 20-20 után már nem volt kecmec, hiszen a Kazincbarcika 25-21-re behúzta a szettet. A negyedik etapban izgalmasan alakult a küzdelem, 9-5-nél a Barcika, 16-14-nél a Szeged állt jobban. A hajrában 22-23-nál még megvolt az esély a fordításra, de végül az alföldiek 25-23-ra hozták a szettet, így folytatódott a dráma. Az ötödik játszmában rögtön magához ragadta a kezdeményezést a Kazincbarcika, és esélyt sem adva ellenfelének a játszmát 15-8-ra, a mérkőzést pedig 3-2-re nyerte meg. Mennünk kell tovább, nagyon örülök, hogy vége ennek a sorozatterhelésnek. Úgy gondolom, hogy azért a bajnokság előtt ez nem biztos, hogy szerencsés, főleg, hogyha nincs mély kerete az embernek. Ugye második szedben is próbáltam pihentetni egy olyan játékost, akinek a bokája még nem 100%-os, sajnos rosszul sült el, de utána azt hiszem, hogy kezünkben volt a mérkőzés, 3-1-re tudtuk volna abszolválni a meccset. A Barcika így 10 ponttal jelenleg a harmadik helyen áll. A következő fordulóban Dágon szerepel a VRCK, majd november 4-én vasárnap 17 órától a Dunaújvárost fogadja. A 12. Color Cross Magyar Kupa első futamát rendezték vasárnap Kazincbarcikán a Csónakázótónál. A Kerékpárklub Kazincbarcika szervezésében zajló versenyen 14 kategóriában lehetett nevezni. A klub korábban a Kazincbarcika város önkormányzata által egy sportszervezetek számára kiírt pályázaton nyert támogatást a program megrendezésére.
Május végén ünnepélyes keretek között írták alá a kazincbarcikai civil és sportszervezetek támogatási szerződésüket Kazincbarcika város önkormányzatával. A kerékpárklub Kazincbarcika 1 millió 250 ezer forintot kapott. Ebből több mint 1 milliót két rendezvényre, a Borsod MTB Series és a 12. Color Cross Magyar Kupa kerékpárverseny megrendezésére. Kijelölt pályán haladtak a versenyzők a Magyar Kupa első futamán a Csónakázótónál. Az időjárás kellemes őszi volt, ám az éjszaka hullott kisebb eső feladat elé állította a távot teljesítőket. A rajtpisztoly többször is eldördült, majd nekivágtak a kerékpárosok a verseny teljesítésének. Kategóriájában az első helyen végzett András Péter Patrik. Pálya nagyon tetszett, jó sok volt a kanyar, és a sár miatt még nagyon ilyen csúszós volt, és nekem így nagyon tetszett. És mai nap is verhetetlennek bizonyult Vizi Gáspár, szintén DSI Cycling Team. A nagypályát teljesítette a DSI Cycling Team versenyzője is, akinek aranyat ért a részvétel. Hát a rajtomat egy kicsit elrontottam, vissza is csúsztam úgy 8. helyre körülbelül. Aztán ott visszajöttem már az első kanyarra, meg a depó mellett is már előre tudtam lenni. Utána meg már csak próbáltam az előnyemet növelni. Egy párszor is csúsztam, de nem tartott vissza sem. Első helyen végzett Katona Attila. A díjátadón Kovács László, Kazincbarcika város önkormányzatának sporttanácsadója adta át az elismeréseket a dobogó legfelső fokán álló versenyzőknek. Kicsit szerencsés is lett az eső, hogy még jobban nehezítette a körülményeket. Az egész országban megjelentek a versenyre, szinte azt mondhatjuk, Soprontól, Szekszárd, Budapest és Borsodból szinte minden területről jöttek ennek a sportágnak a hódolói, és egy tartalmas napot töltenek itt el Kazincbarcikán. A versenyt a kerékpárklub Kazincbarcika szervezte. Hacsi Ákos főszervező úgy értékelte, hogy ezúttal jól sikerült a pálya kialakítása, a futamot pedig izgalmassá tette a lehullott csapadék. Ez már a 12. Color Crossunk, úgyhogy nagyon rég kialakult az ötlet, hogy itt versenyt lehet szervezni. Próbálkoztunk már más nyomvonallal is, úgy néz ki, hogy ez bevált. A versenye mintegy 150 kerékpáros indult. Ezúttal a fiatalok mutatták meg leginkább, hogyan kell crossozni. A szervezők úgy tervezik, hogy a megmérettetésnek jövőre is lesz folytatása. Híreink végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Térfigyelő kamerák létesítéséről határozott a testület, üléseztek a képviselők. Éghajlatvédelmi cselekvési nap, faültetés a Borsodkem kezdeményezésére. Color Cross, Magyar Kupa kerékpár verseny Kazincbarcikán. Kedves nézőink, ez volt a Color TV híradója. Friss hírekkel egy hét múlva ugyanebben az időpontban várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is. Híreinket megtalálják és újra nézhetik a Color Line-on és a YouTube csatornánkon. Észrevételeiket írják meg nekünk. Címünk szerkesztőség@barcikaart.hu. Én híradót készítő munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!